Adáson kívül már beszélgetek egy ideje a srácokkal, itt van velünk Vagyon Ákos és Kis Tamás. A neveteket, Dabasi Mentősök Egyesülete? Nem, valami ilyesmi. De ilyen kicsit bonyolultabb a nevek. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ez a lényeg. Igen, tehát Dabas Mentők Egyesülete. Dabas Mentők Egyesülete, igen. Nagyon új, mert ugye egyévesek vagytok, ugye tavaly, vagy majdnem egyévesek vagytok, tavaly ünnepeltétek az új mentőállomás, idézőjelben új mentőállomás 20. évfordulóját. Na mi van veletek, hogy vagytok? Ez így van. Hát először is köszöntelek fel, és köszöntöm a hallgatókat. Hát gyakorlatilag mi a tavalyi évben ugye a 20 éves újkori mentőállomásnak az évfordulójára ugye hosszas egyeztetés után megalapítottuk ezt az egyesületet. De nyilván nem az volt a cél, hogy csak erre a rendezvényre, erre az ünnepre alakuljon. Nem, természetesen, tehát ez most ugye nekünk is egy ilyen apropója volt a dolognak. És hát ugye már az elmúlt néhány hónapban beszéltünk két-három alkalommal is itt nálatok erről, hogy mit is szeretnénk, milyen terveket dédelgetünk. És hát végülis novemberben eljött az ideje, hogy egy ilyen nyitó rendezvényt megtartsunk egyébként itt a Szent István téren. Nagyon jól sikerült, és hát gyakorlatilag ez egy ilyen bemutatkozó rendezvény lett volna, illetve hát aként is zajlott az egész. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sikeres volt egyébként ez a dolog. Nem tudom, mennyire morbid vagy éppen frappáns a hasonlat, de gyakorlatilag ti szerves részeit képezitek, a város ütőerén van a kezetek. Ez így igaz. Szerintem ez egy kiváló példa egyébként. Így van. És hát ez a novemberi rendezvény egy tényleg elég családias hangulatban telt el. Rengeteg segítséget kaptunk önmagában a leszervezéshez is. Ugye főtétellel próbáltunk szolgálni, illetve hát az egyesület kapcsán nyilvánvalóan nem titkolt célunk az, hogy adományokat is elfogadjunk, illetve hogy megismerjenek bennünket ezáltal. Ugye a korábbiakban említettük, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mind a saját környezetünket, illetve hát a mentés technikai eszközök beszerzését és minden további dolgot, amit majd a későbbiekben szeretnénk részletezni, egy másik alkalommal sokkal, hogy mondjam, stabilabb erre vonatkozó elbeszélésben. És hát nagyon-nagyon jól sikerült, ugyanis mind személyesen a kihelyezett dobozunkba is közel 500 ezer forint összegyűlt, illetve magánemberektől, illetve cégektől is közel ugyanennyi szintén összegyűlt. Ez novemberben, illetve hát a novembert követő időszakban volt. És hát akkor egyébként a Dabasi Önkormányzat, ezt nagyon fontos megemlíteni, felajánlotta nekünk, hogy amilyen összeget ugye akkor sikerül összegyűjtenünk, azt megduplázza, és hát gyakorlatilag így ebben a formában egy igen tetemes összegről beszélünk, amit a Dabasi Önkormányzattól fogunk majd megkapni. Illetve hát nagyon fontos megköszönni, és a teljesség igénye nélkül most mindenkit nem fogunk tudni részletesen felsorolni, de mind magánemberek, mind pedig cégek óriási segedelmet nyújtottak nekünk. Az megfigyelhető egyébként, hogy ezek a cégek nem csak egy-egy, most gondolok itt arra a rendezvényre, vagy igen, egy-egy rendezvényre állnak mellétek, hanem gyakorlatilag el vannak kötelezve felétek. Vannak egyébként cégek, igen, elsősorban egyébként, akiket viszont nevesíteni is szeretnénk, ugye hát itt a mondhatni étkeztetésünk kapcsán. Ez egy fontos dolog. Nem egyébként nem. Így van, és tőlük folyamatos segítséget kapunk. Ugye itt szeretném megemlíteni külön, nyilván másokra is ugyanúgy vonatkozik ez, de őket szeretnénk külön megemlíteni, ugye a Szőlőgyöngyét, a Vesta Bistrót, illetve a Gabófalót. Tehát ők ugye mindig minden körülmények között rendelkezésünkre álltak. Bár vannak hölgyek is közöttetek, egy férfi szívéhez a gyomron átvezet az út. Ezt mondhatjuk így is, igen. Így van. És hát arról szeretnék beszámolni, hogy azóta viszont elkezdődtek ugye a munkálatok is, amikről ugye akkor szót emeltünk, és hát itt szintén nevesíteni szeretném ugye a mestereket, akik a festéssel, illetve hát a felső szintnek a
festésével végeztek, és jönnek a továbbiakra is, hogyha már a munkálatok abban a fázisban lesznek. Őket is szeretném viszont név szerint megemlíteni. Csorba Péter, Balog László, Szilvási Péter, Batuska Ferenc, Dori Sándor, Fabók Ferenc és Holú János. Ők azok, akik egyébként, a T-Flex Kft-től szerezték be egyébként az anyagot, ami kellett ezekhez a kezdeti munkálatokhoz, és hát már most óriási változáson ment keresztül egyébként a mi környezetünk, amit egyébként ezúton is nagyon szépen köszönöm. De múltkor beszéltünk nekik. Róla, kedves hallgatóknak ismétlés gyanánt mondom el, hogy gyakorlatilag ügyeti a ügyeleti idő, igen, szolgálati idejétek alatt, kaszárnyának hívják egyébként a mentőknél is ezt a részt? Mentőállomásnak. Mentőállomás, igen. Tehát ahol addig vártok, ameddig a riasztás nem történik, így ugye van. Ez a rész lesz kicsit komfortosabbá téve nektek. Így van. Hát ugye, ahogy halad előre az idő, úgy mondhatni egyre kevesebb időt töltünk benne, de így van, ez egy nagyon fontos. Ugye, mert gyakorlatilag, ami nem kifejezetten a helyszíni mentésről szól, azt az időt a kocsiknak a karbantartását, a felszereléseknek a tisztítását, pótlását, ezeket mind ezen a helyen végezzük. Kicsit meg is adnám a szót egyébként Kis Tamásnak is, aki szintén csak azért jegyezte fel, hogy nagyon fontos dolgokról nehogy ne essen szó. Nagy szeretettel köszöntünk téged is. Kicsit akkor át is adnám neked a szót. Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, illetve téged is, Feri. Itt Ákos olyan részletes beszámolót tartott. Belelendült, és nem lőttük le időben. Nekem tulajdonképpen sok mondókám nem is maradt hátra, de ezt így is terveztem a korábbiakban, hogy én ugye mentőállomás vezetőként tevékenykedek a Dabaső állomáson, és ezt szerettem volna elérni, hogy legyen egy ilyen ütőképes kis csapatom, az Egyesület gyanánt is, hogy persze szorosan egyeztetve, de végezzék a dolgokat, és menjen előre ez az Egyesület. Itt, amit talán az Ákos kihagyott, hogy továbbiakban ugye nem áll meg ez a felső szinttel a felújításunk, illetve renoválásunk, igen komoly felújítást igényel a mentőállomásunk, mert ugye ígéreteket kaptunk több vállalkozótól, hogy tovább folytatjuk. Most legközelebb az alsó szinttel a nappalival, fürdőszobákkal, konyhával folytatjuk a felújítást. Gondolom a vizes blokk is ott. Vizes blokk is, igen, arra is már kaptunk árajánlatokat, illetve most őket még nem szeretném megemlíteni, de folyamatban vannak a beszerzések, a mosdók, zuhanytálcák, csempék folytán is. Továbbá a jövőben nagy tervünk és nagy célunk a eszközparkunk fejlesztése, mely ugye sajnos ugye az is elhasználódik, cserélni kell, eltörik, eltűnik sajnos ugye a balesetek, illetve komolyabb beavatkozások kapcsán. Ezeket folyamatában szeretnénk cserélni. Ebben partner a mentőszolgálat is, mert ők is adnak eszközöket, de van egy ilyen kiskapu, hogy saját magunk is be tudjuk szerezni, ami egy gyorsabb folyamat. Az Egyesület létrejöttével egyébként gondolkodtok azon, hogy ezt az egyébként, ahogy viccesen említettem, de tényleg szerves részei vagytok a város közösségének, a különböző rendezvényeken még inkább jelen lenni, most már az Egyesület révén ugye kapcsolatot tudtok teremteni civilekkel, cégekkel, akár a támogatásotok, akár egyéb kapcsolatok teremtése kapcsán. Természetesen ez célunk, és sőt kifejezetten szeretnénk szervesebb része lenni a településünknek, illetve a kistérségi településeken is egyaránt. Nagyon jó kapcsolatunk a Dabasváros vezetésével, sőt kifejezetten jó kapcsolatunk, rengeteg segítséget kaptunk tőlük. Szeretnénk részt venni rendezvényeken is, saját kezdeményezésű rendezvényeken egyaránt, és ugye szeretnénk részt venni a továbbiakban a kistérségi településeken megtartott ceremóniákon is. Nyilván nem csak biztosítás gyanánt, hanem egyéb részesei is legyetek ezeknek a rendezvényeknek. Kicsit még arra visszatérnek, hogy saját rendezvényeket ezek szerint terveztek? Dabasi mentős napok akár? Vagy mentős napok? Vannak ilyen táblati célok, sőt egész nagy kaliberű, nagy volumenű rendezvények szervezése. Csak ezt még át kell beszéljük, amikor így van, akkor fogunk jelentkezni és tájékoztatjuk a lakosságot.
Ákosnak akkor meg is adnám a szót, mert még itt jelzett, hogy valamit... Bocsánat, még egy gondolatot szerettem volna hozzáfűzni, hogy hát közben elkészültek egyébként a molinóink, amik a környező településeken, ugye, amiket mi látunk el, illetve hozzánk tartoznak, ezek kihelyezésre kerültek. Ugye ezen mindenféle adat megtalálható, mint ahogy egyébként a dabasi újságban is kaptunk helyet, tehát jelen pillanatban ott is szeretnünk. Tehát, hogyha bárki egyébként kíváncsi ránk, akkor ugye azokon az elérhetőségeken keresztül fel tudja velünk venni a kapcsolatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kis Tamást és Vagyon Ákost köszönthettük. Dabasi Mentőegyesületről, de már megint nem tudtam kimondani. Még egyszer is esküszöm, megjegyzem. Mentők Egyesülete Dabas. Mentők Egyesülete Dabas. Na, köszönöm szépen, további szép napot nektek. Nagyon szépen köszönjük.